Az a helyzet, srácok, jól látjátok, itt vagyunk Mogwin dinasztiájának mauzóleumába, ami nem Lenin linoleumának, vagy mauzóleumának linoleumozása, vagy mi. Csak belezavarodtam. Átjutottunk erre a helyre, de erről nem szeretnék annyira beszélni. Átjutottunk ide, és itt egy boss, akit majd le kéne gyűrnünk, de egyelőre nem akarok vele foglalkozni, mert minek csináljunk ilyen bossokat, amikor lehetne csinálni tovább a Volcano Manort. Mármint biztos jó lenne őt most legyőzni, de szerintem ő a játék vége boss, tehát hogy ilyen az utolsó bossok között van. Biztos meg lehetett csinálni, de most így minek trájoljam, értitek? Viszont 9 darab küldetéssel foglalkoztunk délelőtt, azaz az előző streamben, az előző részben. Dialos, Rogier, Latenna, Bogart, Ria, Bernal, Selen, Alexander és Vari. Tehát, hogy 9 küldetéssel foglalkoztunk. Selent megcsináltuk, Latennát megcsináltuk, és ő majd még ad egy kavicsot később. Valahogy. Bogartot megöltük, mert az ő küldetését elszúrtuk, Rogier küldetése is félelt, de az ő cucca is már megvan. Bernal azt szeretné, hogy fővárosi invéderekkel közdjünk meg, Alexander pedig a hegyekbe ment, ahogy Dialos küldetése is a hegyekbe folytatódik, méghozzá itt. Vari pedig arra vár, hogy itt, ott az ajtóban, amit ott látok a süvegen fölött, ott duelezzünk vele egy jót. Ria pedig egy Volcano Manoros boszkére vár. És még vannak NPC-k, akiknek vannak küldjei, hogyha kérdeztek, tudok rá válaszolni, hogy melyikkel hol tartunk, mert most összeszedtem ezt így az ebédszünet alatt. Úgyhogy most már ezzel kapcsolatban tisztán álltok, és hát igazából amiről lemaradtatok, nagy boss kill az itt történt, megöltünk egy magma vörmöt, és lettek menő ruháim, meg lett a plusz 10-es Somber Smithing Stone, amiért most el is fogunk menni és felupgrade-eljük. Hogy is kell csinálni? Így. Tehát mapon vagyunk, háromszög négyzet X, és így lehet hazamenni. Lenin mauzóleumának linoleumozása. Á! Akkor majdnem eltaláltam. I took you for dinner, man, to lay out your arm. Na, srácok. Plusz 10-es lehetne a Sword of Night and Flame-em. Mivel szeretünk a számokkal szórakázni, ezért kielégítem azoknak a vágyait, akik szintén a számok rabjai, bűvöletének rabjai, vagy mi. Szép szavak, meg ilyenek. Ebből lett egy klip? Ajaj. Valami hülyességet mondtam? ...2075. Egy suhintás. Ez félek, hogy nem lesz jó tesztalany, úgyhogy nézzük meg a madarat. Gondoltam. 1729. Ez sokkal kényelmesebb. Zakika szólt, hogy van ilyen lehetőség, hogy gyorsan tudunk hazajönni, és amúgy Zakika nem mondott hülyeséget, mert ez sokkal kényelmesebb, mint leúzni balalúra a teleportot.
1729, ugye annyi volt? Na, most már plusz 10-es, és achievementet is kaptunk érte. Godslaying Armament. Köszönöm szépen, hogy leírtad, Szemansz. Szia, Horis! Ez itt a Sword of Night and Flame, amit használok. Na nézzük. 2075 volt a kutyára. Jó, és most jön a madárka. Jó, de hát így hogy tesztelek? Megégeti magát, srácok, direkt. 2081. 2081 az 1729 helyett. A madár direkt belement a tűzbe, hogy jól megtrollkodjon minket, hát ez nem ér. Ez most nem volt érvényes ez a teszt. De ez amúgy elég fancy, elég jól néz ki. Na. Jó, 84-e vagy mennyivel volt több? Aha, 2081. Nem, itt is sajnos belement. Itt is sajnos belement a 2004, tehát a 2497 az nem volt jó, viszont a 2081 az 1729 helyett az látványos upgrade, a kutyusnál pedig 2000 akármennyi volt és 2055, szerintem ez brutálisan jó. Ja, hogy a Raptoron sebeszünk 2500-at, aha. Na, most kicsit durvítunk. Jó lesz ez, srácok. Tehát 2000-re fölmentünk, és kétszer annyit sebzünk. Brutális. Rabba a talizmánt, ami növeli a sebzésed a max HP menet. Ó, azt nem használnám úgyse, Csabi. Igazából itt az volt a lényeg, hogy amit használok, azokkal mennyi tudok összehozni. Mennyi tudok kihozni. Ázi azt kérdezi, hogy menne a 1650-nel a Warzone. Hát figyelj, írd be a Google-ba. Warzone, a videokártyád neve, az csá. Ott vannak a válaszok a kérdéseidre. Na, tehát akkor haladunk tovább, srácok, a Volcano Manorral. Úgyhogy nem akarjuk megölni... Kit nem akarunk megölni? Nem akarjuk megölni Rijkaardot. Erre nagyon oda kell figyelnem. Hát jó. Tehát, hogy véletlenül nem lehet megölni Rijkaardot. Véletlenül nem akarok oda jutni, ez a lényeg. Karácsko, mit akarsz? Mondja, Tisztus! Balázs! Balázs, te most ilyen spotlightokra vársz? Minden egyes streamben egy kicsit szerepelni? Ide jön, azt néz kifelé az ablakon. Ha biztos nem kapsz haját, hát most kaptál májkémet. Velem együtt ette a májkémet. Jó.
Képzeld, kaláccsal álmodtam? Nocsak, mit álmodtál erről a kis funcutról? Jó. Hunsut. Mentünk valami majálisra, vagy mire, és a vállamon ült Karácska, pedig nem is szeretem a cicákat. Nem szereted a cicákat? Mi a manó? Van olyan, aki nem szereti a cicákat? Jó, mondjuk elég sok olyan embert ismerek, aki nem szereti a cicákat. De na. Lady Tanith, was I not home by the great... Jó. Néha én is azt érzem, hogy amióta van macskánk, én is kutyás vagyok, astronomist. Oké. Okay. Kanácska cuki, de csak azért, mert izé, nem neked kell etetned, meg nem neked kell foglalkoznod vele. Én is nagyon szerettem a cicákat, mindaddig, amíg a mamámnál volt, és addig cuki volt, meg aranyos, meg minden. Úgyhogy... ja... ja, itt most még egy ajtó van. Akkor semmi. Azt mondta nekünk egyébként Mobu, hogy itt van valami ajtó. Aha, ez valami vicc lesz. Na, ez kamu. Nem rollogatunk itt, mint a hülyék. Szóval azt mondta a Mobu, hogy van még egy ajtó, amit ki lehet nyitni a kulcsa, nem tudom mire gondolhatott. Mondjuk ez lehet, hogy nyílik. Nem, ez nem nyílik. Lecsiz még mindig itt vár ránk. Erre pedig már nincs semmi. Itt vagy, csak hívtak? Na, reméljük nem rossz hírrel, Levi. Anyum nagy cicás volt egyébként. Mindaddig, ameddig... veszettség ellen be nem kellett oltani. Mert... ám nem is tudom, hogy mi volt. Alá... tehát, hogy... alá ment a macska, és rálépett, vagy valami ilyesmi. És most... biztos hülyén néztek, hogy... de hát ilyet nem is csinálnak a macskák. De, ilyet csinálnak a macskák. Csinálnak a macskák. Karácska is mindig ezt csinálja. Na de jó. Egy inkvizítor. Azt a rohadt! Jézusom! Visszamegy a világába, Giza! Gizi konkrétan, Gizi, hát mit csinálsz? Srácok, ez most rip. Megnézzük még egyszer. Én kutyapárti vagyok, de nincs olyan macskákkal se, kettő kutya öregedett meg mellettem az lesz következő futó... micsoda? A lesz következő futós kutya. Micsoda? Ha lesz! Ja, hogy ha lesz, értem. Gizike!
Giza kereke. Csak simán nem szereted őket. Ilyenek vagyunk. Mindenki más. Gizának a kerekei. Bloodlossos, spinning wheel-es. Gondolom ez kitartható lenne, hogyha lenne elég valamim hozzá. Ja. Ez elég jól néz ki. Azt hiszem volt ilyen a Bloodborne-ba is. De jó pizzavágó, ugye? Én szeretem a pizzavágót, csak ne nekem kelljen elmosogatni. Jó, most már nem jövünk ide-vissza, a Gizi meghalt. Oké, tehát, hogy ez itt ennyi. Hát jó. Tehát a megoldás az mindvégig az volt, hogy itt jöjjön ki. Ezek szerint. Miért törtem össze az asztalokat? Mert megtehettem. Csigusz. És lehet idézni. A kutyusok hálásabbak? A kutyusok azt akarják, hogy parancsolj nekik. Mondd meg, mit csináljanak. A cicákok meg nem. Azok nagyon nem ilyenek. Az nem csiga? Akkor kígyó. Nem láttam nyújtózkodni? Úgy nyújtózkodik, mint egy apostol? Jézus! Haló? Úgy nyújtózkodik, mint a Gácki napostan, aha. Milyen kedves vagy onnan föntről. Én is tudok ám ilyen helyekre menni. Nézd, látod? Oh, hello. Az gond, nem éri onnan el a mimikem őket. Na majd akkor én. Mennyivel könnyebb egyébként basszus nekem egy millibildeshez képest. Dobottam úgy esofort vagy valamit ez a Scarabeus?
Valaki figyelt? Stone... Ja, az dobta a Somber Smithing Stone 5-öt. Mi van-e mögött, srácok? Content? Ha csak egy gagyi talizmán, akkor nem akarom annyira kinyitni. Igazából erre vonatkozott a kérdésem. Több van-e mögött, mint egy gagyi talizmán? Are you ready? Csak már most... Jó, mondjuk 8 ilyen kulcsom van. Azt hiszem. Valami megjelent ott alul. Ja, olyat tudnék. Hát ad a pizzavágós gépet, ja. Na, pillanat. Van egy olyan, ami Crimson Ember Medallion plusz egy. Ez az egyik. A másik... ennyi. Akkor valószínűleg ez. Hát, srácok, akkor ez nem érdekel. Ha tényleg az van mögötte. Ha valaki tudja, hogy mi van mögötte, majd mondja be meg, mert... Ha csak egy talizmán van, akkor az nagyon nem érdekel. Ezt nyugodtan megmondhatjátok, srácok. Ott van egy létránk. Elment a mimikünk, ő csak arra a helyre volt kötve. A háztetőket még meg kéne nézni. Nem nyílik ki. Valaki ott sír bent, srácok. Nem mondanám azt, hogy ez most valami minőségi shortcut. Osztorod! Basszus! Miért kell ilyez? Lehet a sírással akarok ide csalogatni? Lehet amúgy. Nagyon fogy a manám. Azt mondják itt a fiúk, hogy pincératakok vannak. Az mit jelent ez a pincératak?
ez lehet a pincérek támadása. Jézusom, asztalol! A szemétje. Ez a pincérek támadása volt, srácok. Kettőt látok. Kilences Golden Rúna. Az elég fett. Hidden Path. Itt sincs semmi. Ha látom az utat. Ők mit csinálhatnak egyébként? Ki kéne próbálnunk? Iszket az orrom. Valaki valahol bozog. Azt mondta, hogy Grace van itt. És nem hazudott. Szuper. Szuper, szuper. Ó! Na, mehetünk tovább. Tűha! Van más út? Van más út, jó. Van lent is út. Sőt, szerintem csak lent van út. Aha. Ott is van lút a távolban. Be tudjuk lőni nagyjából, hogy hol van? Valahol ott van a lút. Aha, távolabb raktam. Akkor ott. Nem, egy kicsit beljebb. Ott. Hát, lényeg, ott van valahol. Na. És akkor ez itt ennyi? Vagy itt le lehet ugrani? Csigusz! Nem szereti a villámot a csigusz. Nincs item arrafele. Nézzek, higgyünk nekik. Biztos nem akarnak átvenni, hát ezek az online játékosok az Elden Ringben. Miért akarnának egyáltalán átverni, srácok? Senki nem csinál. Ez a villám nagyon tetszik. Csigusz? Na de csigusz!
Ott van, mi Jézusom? Ez egy gyülekezet lesz. Várjál, valaki dobál? Okosan, de ott. Ez elég jól megy. Mik a srácok? PUBG-sok küldtek egy e-mailt. Somber Smithing Stone 6. Ide lehetett, itt lehetett volna feljönni hozzá. Szimpatikus ez a hely. Örülök annak, hogy a lába nem öli instant. Nem tudom eldönteni, srácok, hogy most nem írtok a csatra, vagy lefagyott a csatam. Hogy melyik lehet? Próba. Próba, 1-2. Köszönöm szépen, szemben az úgy néz ki, hogy csak nem írtatok. Nem fagyott le? Jól van. Try jumping. 200-as. Ja, nyomja nyugodtan, szem az nem azért mondtam. Semmi gond, what the fuck, majd akkor magamnak megnyerem a füleseket, meg ezeket. Nektek nem kell, ahogy látom. Miért mondták, hogy ide menjünk fel? Ott is van egy följárat, meg itt is. Szia. Hát alig van HP-ja. És valaki odaért egy üzenetet. GG. Hol járunk egyébként? Valami konkrét dolgot keresem? Nem. Azt keresem, hogy hol vagyok. Igazából ennyi. Hát, hogy így... Át akarom nézni ezt a helyet. Igazából ennyi. Egy boss van itt elvileg. Aki kell, majd Rájának. Az nem néz ki jól. Amúgy ezek az üzenetek volt, hogy félrevezettek? Volt, persze. Főleg azzal kapcsolatban, hogy titkos fal. Ó, ez egy lift. És ott van még egy lift. Nézzük már meg a másik liftet. Az hova visz? Playerek írták az üzenetet, úgyhogy simán félrevezethetnek. Á, értem, ez lefele visz. Majd jövünk felfele is. Strong foe ahead. Dragon ahead. What? Strong foe? Ez nem hangzik jól. Na most például simán lehet, hogy félrevezetnek.
idézni is lát. De nem valószínű. Nem sok rúnát adott, srácok! Smithing Stone 7. És elfogyott a mana. Amíg mond. Ah, és itt meg már csiguszok vannak. Jó, visszajövünk. Elfogyott a manna. Most például olyat fogunk nyomni, hogy végigszaladunk. Valaki megölte magát közben. Őt azért öljük meg, mert ő pont rossz helyen áll. Ó, tudtam volna fejlődni? Vagy 80 ezer a fejlődés? Reméljük, a Magma World nem jön vissza. Ha lehet idézni, akkor visszajött. Nem jött vissza. Te is be tudsz csapni más játékosokat, Szemansz, hogyha erre gondolsz egyébként. Au. Mert egyébként itt nem is kéne átjönni. Egy csigusz, még egy csigusz. És ott lesz egy plusz csigusz. Meg még egy csigusz, csak kifagytam. Ám már látom, hogy hol jövünk vissza. Hát én valamiért azt gondoltam, a srácok, hogy ez a terület gazdagabb lesz. Igazán látom, hogy hogy lehet mozgatni ezt a liftet, úgyhogy leküldjük. Az a biztos. Az ott határozottan egy barát.
Bát? Bát vagy ellenség? Egyszer már beszívtam, srácok, egy boss fight-tal. Boss... Na de jó. Na de jó! Még egy boss fight. Akkor nem lehet idézni, nem történik semmi, igazából akkor... What? Tehát ez egy nagyon menőn kinéző cinematic volt? Shortcut-ra? Értem. Értem. Hát jó. Akkor menő cinematikus shortcut. Nice, very nice. A barát ott van, és ez egy shortcut. Akkor ez lesz itt a boss szoba. Persze én előbb a bosshoz tévedtem be, és a másik bonfire-től futkostam ide. Akkor Csabi már meg is erősítette azt a dolgot, hogy ez itt akkor ilyen boss fight-osdi lesz. Hello? Azt a rohadt! Elég jól ment. Ó, pedig pont most jött a kedvenc részem a zenébe. ezer rúnával bementünk? GG. Az a jó, hogy most több időnk lesz buffolni. Így van. Na, mi van? Ja? Ó,
What? Srácok. Jézus. $50,000 God skin stitcher noble presence. És végre elértünk a muzsikába a kedvenc részemhez, amikor így nyomják az árjázást. Vagy hogy hívják azt? Az igen. Titkos ajtó. Na, fejlődjünk. Hú, durva cucca volt. Durva cucca volt. Durva volt ez a fegyver, milyen távolra elért. Serpents Omnion. Praise the pear. Micsoda? Praise the pear. Nagy valószínűséggel ez az a cucc, ami kellett Riának. Így van. Fúj. És mit akar ezzel szerintetek csinálni? If you follow this, it cannot come at... Ok, ő nem akar többet mondani. Ja, a fegyverét nem is néztük meg. Ez az igaz? Nem? Húha, bajba leszek. Gatskin Stitcher. Impaling Trust. Piercing Armament. Oh. Nice. Lady Tanis, jó lehet vele szúrni. Was I not born by the grace of a king? What is this? What is this? I remember this scent distinctly. Funny, isn't it? I am certain of it. I was born inside this. It's a part of my birth, mother. You have my gratitude. Thanks to you, I am no longer afraid. I want to know how I was born and met Lady Tanith one day. Lehet, hogy nem akarod tudni. To call her mother once again. This time from the bottom of my heart. Tehát az anyja egy darabja volt ez a cucc. I want to know one day. I hope to call her mother once again. This time. A szívem mélyéről szeretné majd anyjának szólítani. Oké. Na nézzük. Mit szól az anyuka? Semmi. Ok, akkor le kell ülni. És akkor megnézzük még egyszer a csajszit. So
Nincs itt. If you follow this, it cannot come a d- No. I haven't seen Zoraya. Nem látta a Zoraját sehol sem. And she has no scouting duties now. Has she gone off in search of answers? Why won't she just listen? Az gond. May I ask not as the manor's proprietress? Na. May I ask your aid? Not as the manor's proprietress, but as Zoraya's mother. If she discovers the answer to her question, and it causes distress, have her drink this potion to purge that which would cause her pain. Tonic of forgetfulness. Yes, I know. My wish is a grave disrespect to her. No different than the Erd Tree's imposition. But I've no choice. It must be done. Tehát, hogy Nanit szeretné, hogyha elfelejteni ezt az egészet a... Szeretné, hogyha elfelejteni ezt az egészet a Chaisi Zoraya, ha jól sejtem. Jó, oké, akkor úgy néz ki, hogy ez ennyi. Na, hogy tudjuk az ő küldéjét tovább csinálni? Ha megcsinálod mind a három asszaszinációs kontraktot, mielőtt még a Tonic of Forgetfulness-t oda megszereznéd, akkor sehogy se lehet már megszerezni a Tonicot, azt mondják. Ó. Igen, hogyha a Volcano Manorba mész, mielőtt beszélnél Riával Liurniába, akkor nem fogjuk tudni megcsinálni a questlányát Bogartnak, ja. Oké. Tényleg, meglett egyébként Riának a nyaklánc a Bogarttól. Azt odaadtuk neki, vagy az most hova került szerintetek? Hol lehet Riának a nyaklánca? Nem látom sehol. Ez Memory Stone. Mi lehet ez? Vagy odaadtuk a Chaisinak? Mit csinálhattunk Ria nyakláncával? Ha van ötletetek, nyugodtan. Ez a része bukó, ha nem kértett tőle a tóban. Az oké. Okay. De megöltem azt a csávót, akinél volt a nyaklánc, és elvileg a nyakláncot megkaptuk, tehát hogy láttam, hogy megvan, de én most nem látom itt sehol. De tényleg sehol. Na hát akkor mindegy. Igen. Vagy a talizmán lehet? Nyaklán csak azért kell a quest elején, hogy Ria meghívjon a manorba. Szia, kopaszkutya! Jaja, az megvan, csak hogy én megszereztem a nyakláncot és most nem látom sehol. Na akkor mindegy. Akkor mindegy. Jól van. Tehát ott tartunk most, hogy legyőztük a Gatsky Noble-t, akivel egyébként már harcoltunk korábban egy hídon, miközben mentünk megszerezni a Death Markot. Hogy mi?
Jó, meg kell nézni, hogy hol ez a nyaklánc, mert... meg hogy hogy néz ki. Na, amúgy valószínűleg megvan, csak vaksi voltam. Ez az. Megvan. 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 Tehát most átment egy Legacy Dungeonbe. Ezt meg gyorsan utánolvasok, hogyha most ezt megcsinálom, azzal elrontok-e valamit. Megöltem-e a Blackguardot? Nem. Ja, igen, megöltük. Mert hogy már elszúrtam a questjét. És ott se, tehát hogy nem találtam itt se egyáltalán. Úgyhogy nem tud segíteni a... ja, meg kell, hogy nézzem, hogy hogy hívják, mert nem ült eszembe. Dung Eater, tehát a Dung Eater questbe se tud már segíteni, úgyhogy megöltük, így van. Szóval megvan a nyaklánc tőle, sajnos kettő kajától meg egy gesture-től búcsúztam emiatt, de hát sajnos ez benne van. Úgyhogy most jön az a rész, amikor Zoraját követnünk kell. És elvileg, hogyha ide visszamegyünk, akkor ő ettől nem lesz messze. Ha minden igaz. Erre van a New Game Plus, meg a Plus Plus. Ja, persze, ezt nyilván így találták ki. Oké. Na, tehát ott egy kis ajtó, itt pedig van egy lift. Egyelőre nem akarok kimenni. Nem Sanctuary, de attól még vigyáznom kell. Oké, okay, hát itt loot van. Golden Rune 9-es. Nem látok senkit. Jumping here. Jumping required ahead. Aha, látom. Látom, olyan lávacsigák is vannak itt. Jó. Tehát, hogy lehet erre menni. Lehet erre menni, meg ott van egy ajtó is. Megnézzük először az ajtót. Ez tűnik a jó iránynak egyébként. Item ahead, okay. Ez nem mozog. Oké, okay, tehát lehet lejjebb menni itt. Akkor ez lesz a shortcut. Hmm.
most nézem, be volt rakva egy rossz, bánt, hogy be van rakva egy rossz varázslat. Megnézzük. Ja, jó, sokat eszik. Igen. Tehát erre valami AOE cucc kellene. Ha csak szétvágjuk őket karddal. A csigúszokat. Oké, oké, oké. Arra lehet menni, és az is szerintem opcionális irány, mármint hogy valószínűleg nem arra kell menni egyébként. Szia Zodiac, mi újság? Ó, értem. Hát akkor tényleg nem merre kell menni. Én meg vagyok, köszönöm szépen, jól laktam. Nagyon jól esett a májkrémes kenyér. Meg várom már az esti játékokat. Párkályozni fogunk, meg pinballozni. A pinball az... jó móka lesz. És Far Cry-os content jött a... Stranger Things-es content jött a Far Cry-hoz. Ez fölfele vezet, ez nem tetszik nekem. Szolvastad? Na mit mondanak itt? Még mindig tűz. Áruló előttünk. Jaj! Szemétje. Azt a rohadt. Hát a Danny Trejo-s, a Rambo-s, ezek csak ilyen kis kontentek. Szia Patrik. Jaj. Ez csak ilyen kis content. Köszi, Patrik. Arr vagy merte. Kulersz, mi újság? Nem szeretem ezeket a népeket. Azt akartam amúgy, hogy staggeröljük. Hát nem jött össze. Mivel nekem úgy sincs meg, annyira nem izgat, hogy milyen DLC-k vagy contentek vannak. Nézni, oda játszani már kevésbé. Aha. Na izé miatt engem érdekel. Stranger Things, azt így szeretem. Far Cry, ha meg már kimaxoltuk. Honnan áll? Egy pereg. Gege, hát szia! Köszi szépen a 8. hónapos támogatásodat, srácok, peregjenek a szöveg Gegének. Köszi szépen Adria pergetését.
szemét! Sigrun, ő volt a Valkür királynő, igaz? Ulers. Na, ahhoz gratula! Ugyes? De szemetek. Jó, hát az ott marad. Ott van egy Scarabeus. Csak mibe haltak meg? 4 óra 150 szívroham. Ez jól hangzik, Ulers. Azt nézzétek, itt meg lehet jumpolgatni. Kegyó! 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 És még egy. Ott is kell gyóval, most látom. Lehet, megtalálta a választ a csajszi. Jó, hát akkor leestünk. Az jó. Itt a csajszi! Szia, Levi! I'm afraid there is something I must tell you. I was an unwanted child. Szegény. Born not of grace, but of a hideous ritual. Something that can never be accepted. Not by men, nor serpents. Senki se akart. Tanith shouldn't accept me. I know that you have done so much for me, but I wish to ask one last kindness. Kill me, please. I thought that I feared nothing. But this, free me from this accursed frame. Na jó. Azért kell megölni, mert senki nem akarta őt, és akkor ne kelljen már úgy élnie, hogy ezzel a tudattal. Ebben a világban senki sem akar élni szem az Elden Ringben. Mindenki, mindig kell valami cél. És szegény csajnak semmilyen célja nincs, és nagyon örült neki, hogy végre volt valaki, aki segített neki feltárni azokat a dolgokat, amikről így nem tudott, vagy csak sejtett. És mindenki el akarta hallgatni, még a nevelő anyja Tanit is, hogy ő micsoda. Hogy ő egy nem akart gyerek. Hogy őt se a kígyók nem akarták, se az emberek. Célt nem tudunk neki adni? Nem hiszem, hát most odaadhatom neki ezt a tonikot, hogy elfelejtsen mindent, és akkor csinálja tovább a dolgokat. Nézzük, hogy mi van ilyenkor.
A Forgetfulness-t, hogyha odaadjuk neki, akkor... akkor szimplán csak elalszik. Ha nem tudunk neki célt adni, adjunk neki a célt. Ha megöljük Reinhardot, mielőtt beszélnénk még vele, ebbe a szobába, akkor eltűnik. Ha megöljük, akkor visszaváltozik kígyóvá, és ad nekünk egy, egy ilyen... egy ilyen talizmát, ami azt csinálja, hogy növeli a sebzést, a sebzés bekapást. Egy ilyet fog adni. Ha itt hagyjuk... ha itt hagyjuk őt élve, és visszatérünk Reinhardt halála után, lesz új dialógusa. És... ha rezeteljük a területet, akkor elmegy, és hátra hagyja a talizment ugyanúgy. De még hagy nekünk levelet is. Hát akkor úgy néz ki, hogy a jó megoldás az az, hogy nem öljük meg, szerintem. Wow. Jó, akkor úgy néz ki, hogy a jó ending számára az az, hogyha nem öljük meg. És akkor hagy nekünk talizmánt is, meg hagy nekünk levelet is. Jól van. Nem adjuk oda neki ezt a tonikot. I know that you have done so much for me. But kill me. Please. Kill me, please. I thought that I feared nothing. Ja, neki szomorú a története. Mondjuk a legtöbb NPC-nek szomorú a története, Simmons. Ja, tehát akkor a megölés az azt jelenti, hogy odaadjuk neki a tonikot? Már gondolom simán le is kaszabolhatnám, de nem fogjuk. Jó, akkor itt hagyjuk. Vagy rezetelünk, srácok, mert rezetelést még nem csináltunk. Mit csinál akkor? Szia, Odi! Nyáron, ha sikerül, kimegyek egy éjszakai túrára a bükkbe. Nice! Az biztos jó kaland lehet majd, Zodiac. Kill me, please. I know that, but I wish to kill me. I thought that free me. Nem. Oké, akkor ez ennyi. Szia, Cimi. Jó, tehát akkor nem öljük meg, nem adjuk neki oda a potit, megyünk tovább. Lesz DLC? Hát szerintem biztos, hogy lesz. Az gond. Válts már fegyvert! Azt a rohadt! Tehát ez mit csinál? Normális. Ne menj el, Mimik! Visszajövök inkább, csak ne menj el. Aha.
Trúgyi, köszi szépen a harmadik hónapos támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Srácok, peregjenek a szvegek. És gratulál az újabb badge-hoz. Neked eddig is ez volt a neved? Trúgyi. Na most te jössz, Mimik. Nice. Mester előttünk. Nem hinném, azt mondja. Ezek a keregő hangok, ezek a halálköpő gülüszeműek. Gülüszeműk. Úgy-úgy, regenek srácok a szvegek Trúgyinek. Köszi szépen mindenkinek. Szevasz, Gabe. Lehet itt ennyi ilyen zombi izé. Men serpentes is. Nice! Micsoda! Srácok, baj van. Ujjjjj! Miért dodzsolt? Bekapta a mimiket. Én meg összekeveltem a mimikemet egy másik játékossal. Őt seg beszúrattam szerintetek? Na igen. Nagyon szép volt, Mimik, nagyon szép volt. Nagyon nerfelve lett a kardom. Legutóbb sem éreztem a... Tehát, hogy nem tudom, most lett nerf rajta, vagy mi? Ó, de jó, még egy ködös akármi. Jó, vegyük be! Aha, plusz 10-esre felúsztam. Jajaj, ne, hogy eltűnj! Ó, biztos másik irányba akarsz menni. 1.02-ből 1.03-ban nerfelték. Ja, de akkor, tehát hogy, akkor nem éreztem rajta semmit. De ez azért volt, mert akkor... éppen... régebbi területeken voltam. Tehát hogy... Lord Ahead, jaj de jó. Ne, Mimik, ne tűnj el. Tehát akkor ő lesz itt Ricardo. Ricardo itt van. Azt mondtad, szóljunk oda, nem akarsz még menni. Jó. Köszi. Köszi, Csabi. Azért nem akarunk oda menni, srácok, aki esetleg nem tudná, mert nemrég jött. Mert vannak küldetések, amiket még Ricardo halála előtt meg kéne csinálnunk. Jézus! Nagyon szimpatikus ez az ugrálás. Mindig arra gondoltam, hogy ha nem Lorddal küzdünk, akkor egy jó kis ugrálás mehetne.
Enemik nincsenek közben? Azt nézd, ott egy ajtó. Elszóltuk. Pont őt hiányoltam. Mehetsz, van oda Grace, csak nem mész be az arénába. Van oda Grace? Uh-huh. Van egy terület, ami szerintem csak erről a részről lehet elérni. Szerintem akkor vissza kell ide teleportálni, és mindenki feltámad. Honnan is jöttünk? Mehetek egy jó nagy kört. Ja, hát így mehetek egy jó nagy kört majd. Srácok, itt ha leesek, azt gondolom nem lesz halál. Bár sanszos. Tehát akkor ennek mi értelme van itt? Hogyha innen leesek, akkor halál. A falból kijel egy gerenda, és arra kéne átugrani? És hogyha innen leesek, az már nem halál. Na, akkor megkombozom. Milyen? Tehát nézem, hogy a bosszokat hajtom. Odi, jól értem, hogy arra gondolsz, hogy ha itt leesek, akkor nem lesz halál? Ez jó lesz? Oké. Petrec, te tejre, mert... Hogyne? Ez mi volt? És tényleg. Hogy megy amúgy az új build, Sticky? Seedbed! Azt mondja, forduljál vissza, először Grace. Jó. Nagyon elégedett vagy? Na, milyen fegyverrel nyomod? Minden páfajta. Ash of War, Royal Knight, Resolve. Precious item ahead. Ó, tudom, hova vezet. Kétkezes plusz pajzs, heavy armor. Ó, nice. Aha, megvan, hogy hova kerültünk. Jó, hát leülünk. És akkor kiírtjuk őket újra. No, a legutóbb altáfényen léptem ki Eden Ringből, erre most kaptam az üzit, hogy legközelebb ne így lépek ki. Bizony. És ne úgy kapcsolt ki a gépet, hogy kiúzod a 220-ba. Bizony. Na. Srácok. Runát akarok elnyomni. Hú, ez itt a Manor. Ja, rohadt jól néz ki. Mi? Hát, mert nem véletlenül csinálta a kikapcsolást a Windowsba. Vagy lehet, hogy nem erre kérdezte rá. 4000.
4000, 4000-et akarunk. Hol vannak? Hol vannak a 4000-ek, srácok? Oké, akkor még 1500. 1500. Először, másodszor. Ó, oh, basszus. Level up, ding ding. 706 róna. Na, ha 706 rónánk van, akkor meg kéne nézni egy bosst, mit szól? Egyet. Az Akika nagyon tetszik ez a gyors grészelés. Meg kéne nézni Moogot. Kérdés, srácok, ha Moogot megöljük, tönkre teszünk-e valami questet? Mármint, hogy valami progresszt. Értitek? Azt mondtátok, hogy Shard Bearer. Na várj, a Golden Rune-okat józolni kell. El is lehet adni, ugyanaz. Amikor eladod, akkor tudod, hogy mennyit ér, amikor elhasználod, akkor meg nem tudod. Ennyi. Csak hogyha megtanulod. Szóval, van erre valami ötletetek, vagy nézem meg az interneten, mit mondanak? Somber Smithing Stone 9 kéne. Az jó lenne amúgy, az nagyon jó lenne. Basszus, Somber Smithing Stone 9. Na mindegy. Neked nem rémlik? Megnézzük. Hogy hívják? Moog. De szerintem nem tudod megválni. Megnézzük. Moog, Elden Ring, Lord of Blood, ő az. Így van, Moog Wind Palace. Extremely powerful. 420 ezer rónát ad. Oké. Okay. Na. Jó, inkább azt mondta, hogy tönkre tesz-e valami küldetés. Tehát nyilván ilyet nem fognak mondani. Kösz. Kettő van. Erre az, ez a Siofra River-es. Na nézzük. Csak megnézzük, srácok. Nem tudom, hogy tönkre teszi a küldjeinket, de megnézzük, hogy mit tudunk csinálni. Ha engedsz egy megjegyzést, a Lucet Greenstone Staff kicsit jobb. Plusz 10-es, 430-as Sorcery Scaling. Az jó, de nekem nem jó. Odi, hibrid buildben nem jó a Lucet. Tudtam már. Csak pure intes bietbe. Nem? Golden, wow! Azt a rohadt! Hát a tűzsebzésünk látszólag nem annyira jó ellene, de megnézzük. Felrészhető-e? Jó kérdés. A báfolás megint tovább tartott, mint a boss fight. Csak most meghaltam. Nem a boss halálával végződött. Deathspell-nek az amúgy lehet jó lenne.
De látszólag a tűz az nem... nem adja. Amúgy villám. 400. Azt mondta, hogy tressz. Uno stress. Kapja. Jézusom! Haló? Azt a rohadt! Ja, a villámcsárt az jó lenne. Könnyű boss. Hát azt írták, hogy powerful. Na, van valami lightingos cuccom. Ugye? Jól emlékszem. Ez nem az. Valami lighting damage-es cuccom van. Csak van. Valami ilyesmi rémlik. Fire attack, holy attack. Szerintem ez nem számít holy attacknak. Nem tudom. Az első talizmennel bármi jó. Szegény! Zakika itt leszólja a HP töltő talizmánomat. A HP regenes talizmánomat. Marika más statokat növel, aha. Marika szimpatikus. Radagon STR, Marika meg emilyen, aha. Elvileg itt a Grace mellett fel tudsz ugrálni, és akkor nem a kapun mész be, hanem a falon egy lyukon, és akkor nem támad be a boss. Az nem vicces. Az nem vicces, srácok. Jó, ezek ilyen védelmes cuccok, ez nem érdekel. Akkor lehet, hogy nincs semmi. Raises fire attack. Holy attack. Headshot damage. Hát én nem is tudom. Critical hit HP-t restaurál. Ezek meg nem. Godric talizmánja jó. Ja, igen. Jó, hát akkor nézzük meg a charge-olást amúgy. Gyengusz, nem? Hm?
Megöröltük? Ez van. Na most megpróbáljuk a kardnak az atakját, mert ez a lighting, ez nem jött be annyira. Viszont ahhoz, használjuk Marikát, mit szóltak. Jó, úgy meg lehetne nézni a detes képességeket is. Vagy Margitot, nem tudom, hogy hívják. Kapsz egy tüzet először. Bum! Kösz. Az komoly. Ezzel a fegyverrel tartod a gombot, addig nem lövél ki a varázslatot, amíg nem fogy el a mana. Nem. Ez nem a komet az úr, srácok. Azt, hogy levegye a HP-mat, azt el lehet kerülni valahogy? Mármint, hogy ott, amikor nyomja azt a... piros akármit. Piros fázis vagy mi. Azt a rohadt.
Fú. Elfelejtettem, Zakika, elfelejtettem, ne haragudj, elfelejtettem. Elfelejtettük a csirkelábat. Így, meglett egy nap végül a Millicent Invader, engem lerohant. Mármint a Millicent Invader alatt, arra gondolsz, aki... Millicent Invader. Itt. Mert én Millicentnél ott tartok, hogy erre kéne jönni, de azután én már nem voltam. Hú. Nagyon durván ver a szívem. Van egy flaska upgrade, ami Invader ad Altus Plateauban. 90%-kal csökkenti a damot. Mármint minek a damját? Jól van szem, az köszi szépen. Nézzen rám, nézett Sauron szeme és meghalt. Az egy durva rész, Buba. Ad új inkarnációt. Köszi, köszi srácok. God ahead. Akkor... Ezzel nem lehet beszélni. Vérzik a keze. Na. Srácok. Mikéla? Vagy Melina? Ez most melyik? Mert hogy kijött a kezéből a Lord of Blood. Anya szintű vagyok. 116. Rothadó. Közepén épp gyűjtettem a matit a Scarlet Arrowhoz, és megjelent egy Invader a tő közepén, lelökött a lóra, és elé tudtam rothadásból kifutni. Ja, és éjjelval. Hú, az kellemes látat. Raise the left. Az a helyzet, hogy nekem nem rémlik ott Invader. Ez itt Mikéla. És Mikéláról tudtok valamit, hogy ő miért van itt? Ha jól emlékszem, azt mondta Mobu, remélem büszke lesz, remmel figyeltem, azt mondta, hogy három arc volt, aki átvehette volna Marikának a helyét. Mikéla, Melina és... Brani. Ott volt a Crucible Knight. És azért nem tudta átvenni a helyét sem Mikéla, sem Melina, mert hogy nekik ők már eleve így ilyen rohadtan születtek, vagy micsoda. És ahogy látom, Mikéla nagyon meg van rohadva. Az helyzet, én nem gondoltam, hogy ez most meg lesz. Komoly. Cocoon of the Emporium, vagy mi? $420,000. Ez valami, izé? Utalás? 420? Ezt nem tudom, Mikéla azért van itt, mert Mog elrabolta, hogy a vérével teljes istenné válik. A szemétje! Na, hát és akkor most húzni kell tovább. Hát a Comet Azurhoz húzni kell az intet. Smoke blood every day. Az igen, komoly, 120-ra föl is mentünk. Na. Szerintetek Varinak a küldetése még megvan, vagy elszúrtam? A Mansionben is van hybrid stuff. A Mansion az a Volcano Manor, ugye? A kígyó emberek dobják random. Oké, itt van Bari. Mi szóltak, mehet a fight?
Manor, aha. Remélem ez vicces lesz. Remélem nevetni fogtok, srácok. Hahotázni fogtok, remélem. Ott van. Jó, nem kell hahotázni legalább. Hát ez gyors volt, ja. Jó, hát akkor Varinak a küldetését is megcsináltuk. Rúnát akarok amúgy elnyomni. Csak elnyomjuk mindkettőt. Mert mindhármat. Megnézzük, hogy Zakika mit mondott. Mennyibe kerül egy szintlépés? Level up. 92 000. Jó, akkor hazamegyünk. Móg meghalt. Tök jó. Tök jó. Tök jó, tök szuper, srácok. Ha mondanatok kéne egy top 10-es listán, hogy Móg hanyadik, mit mondanátok? Ja, igazából nem akarom elnyomni fölöslegesen a kis rúnákat. Top 7, ajaj. Ajaj. Harmadik? Hú, ez már tetszik. Szóval, Remembrance of the Bloodlord. Százezer nyom... Jó van, na! Nem találkoztunk még a kardos kislányjal? Nem. Kardos kislányjal még nem. Blood Boon. Árkénes. Hát akkor neki ilyen... Bloodos árkénes izéje van. Francba. Top 5-ben azért benne lenne erős boss. Mi az összes endiket meg tudjuk csinálni? Hát én... Az összes közül tudnék választani, szerintem mindegyiket előkészítettük. Szépen. Készítjük folyamatban. Még nem döntöttem, hogy melyik legyen. De egyszerre nem tudjuk meg. Tehát egyszerre csak egy van. És mivel a leghosszabbnak a rán is mondtátok, szerintem azt fogom megcsinálni. Wow. Ez a Bloodbound menő. Csak kár, hogy nem tudom használni, mert nincs árkénem. Bár tudok csinálni egyébként, ha azon múlik. Tudunk csinálni árként. Ja, ezt kivesszük. Now go forth. Let
Go forth! És mondd-e valamit... mit tudom én, hogy hívják? Minden tudó uraság. Ráugrottam a fejre. Emlékszel az óriási négy lábon járó hegyre? Igen, már használtuk is, Odi. Már használtuk is. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the shrouded wreck of Liurnia. Meghallgatjuk még egyszer, jó? Hallgassátok, milyen jó a kiejtése. Elég fullos. Well, what? Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Még össze is, hogy mondják ezt? Ja, több mauzóleummal találkoztam már. Na, örülök, hogyha így gondolod, Proto. Nokronba jártam-e bár? Nokron az Eternalis City, Nokron. Nokron, ez itt a Nokron, ugye? Nokron, igen, jártunk. Miért kérdezett PC Tiger? Itt a Siofra Rivernek ezt a részét még nem néztük át. Ezt így. Én a Mokhoz úgy mentem el, hogy elnyomtam ezt. A Pure Blood Knights medált. A Velsieknek és az íreknek van ilyen akcentusa. Nagyon király, Gabe. Nagyon király. Well, what? There are four more demigods yet to be located. Ja, jó, kérdezzetek nyugodtan szabad. Mikala? His twin, Melania. The undefeated swordswoman. Na, micsoda? Na, várjál, csak akkor Mikala volt az, akinek a véréből Mogit, életreket. There are four more Demicola of the Halig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune, so here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost right known only to me. Egy kérdés, ez egy nagyon egyszerű kérdés, srácok. Harcolni fogunk-e Mikelával? As such, I hope we are compelled to work together. Harcolni fogunk-e Mikelával? Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? A fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty. While he turns our fellow tarnished into bloody fingers, let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. But perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. Játszébe szerintetek ő lesz a fő bossa? Your reward. And it is. Majd ha a végére érünk, akkor majd valószínűleg nyilvánvaló lesz számomra is, hogy miért. All I ask is that you remain constant. Oda nézzetek. Még kákbukot is kaptunk. Ez a Millicent Invader lootot nem dobott, csak valami matit PvP-hez. I see. So Mikala was with the Lord of Blood after all. That is some fine intelligence indeed. With it, the final clue has been brought into the light. One of the last few pieces of the round table. I need to put everything together. As promised, allow me to impart to you the last of the secret rites known only to me. Law of causality. Well, I wonder what comes next. If he continues his slumber within the cocoon, all would be well.
but perhaps it would be safer to destroy it. Nicola is the one thing that remains a mystery to me. Gideon nem sokat tud Mikeláról. És azt mondja, hogy jobb lenne elpusztítani, amíg még alszik. Na, utolsó dolog, megnézzük itt, hogy... hogy itt mi újság. Amúgy valami favor cuccot kaptunk, favor. Bewitching Branch, hát nagyon szépen köszönöm, ez nagyon jó. Ez nagyon jó volt, tehát hogy át tudunk alakulni bármivel. Ez nagyon hasznos volt Gideontól. Mit mondtak, srácok? Na ez gőzöm sincs, hogy mit jelent, srácok, mi ez az inkantáció. Nem tudja, hogy mi az, mert titokzatos, de inkább öljük meg, az a biztos. PvP number one spell. Nem értem, de megnézzük. Még ezt megnézzük, aztán ennyi, srácok. Egy képesség helyére biztosan jöhet. Ez nem kell. És itt van a Bloodboon, ezt is meg kéne néznünk. Na ez mit csinál? Valami bennem van. De gőzöm sincs, hogy mi ez, srácok. Már nem értem. Automatikusan történik valami, hogyha elegendő számú ütést kapunk be, vagy mi. Most azt fogjuk csinálni, hogy árként varázslunk magunkra. Nem értem az incantationnek a leírását, Sticky. Hopp, ott van, ez az. Mi a spellnek a neve? Valami... Law of Causality. Lejárt közben, hogy magunkra nyomjuk. Azt a rohadt! Hát mi ez a képesség? Tesákok. Tehát, hogy még tüzet is tesz alá, az megvan? Mit csinálsz ott közben? Varázsolunk? És azt használja? A mimikemnek is szerintem bejön ez a képesség. Kösz. Hűha! Hát ez nagyon beteg. Ez nagyon beteg, srácok. Ez nem tudom, tehát hogy ez mennyire normális, de ez konkrétan brutális, tehát nagyjából annyit eszik manából
így most első ránézésre, mint a villámvarázslatunk. A villámvarázslatot gyorsan megnézzük, hogy mennyi. Nem akarlak titeket itt átverni. Villámvarázslat. 18, ez pedig 15, tehát konkrétan kevesebb. Még mindig nincs meg, hogy ez a Law of Casualty mit csinál. Majd megnézem valami videón, vagy lefordítom majd így a streamen kívül. De most nem akartam ezzel elvinni az időt, hogy itt fordítgatjuk. Akkor megnézzük, hogyha ütteted magad, mit csinál a ló. Lényegében egy automatikus kontratámadást okoz. Ott a spanunk, figyeljetek. Itt jön. Na, tehát én most hozzájöttem. Szerintem visszacsap egy idő után, aha. Ellene azért annyira nem jó. Te voltál az? Tessék! Na, mi van? Ő neki most világít a szemem. Ellene nem volt jó, srácok. De alapvetően... Alapvetően elég király. Mondjuk nem tudom most így hirtelen, hogy hol van sok enemi, de itt biztos vannak. Mondjuk nem tudom, hogy mennyire lesz jó ez ellenük ez a képesség. De király. Nem próbáltam még ilyen Vlados Arcane-es buildet. Főleg nem varázslóval. Automatikusan kontratámadást okoz. Jó, ki fogjuk próbálni. Cool. Na, hát akkor próbáljuk meg összefoglalni a dolgokat, hogy mit csináltunk most. Majd visszaöltözünk. Legközelebb, most egyelőre maradjon rajtunk ez a nagyobb menő sapka. Itt vannak közben a statok. De hát ezek nyilván nem a végleges statok. Haladtunk a Ria küldetéssel. Akinek már csak annyi kell, hogy megöljük Rijkaardot. Más küldetést most nem csináltunk, de megöltük a Godskin Noble-t a Volcano Manorban, illetve megöltük Mogot
a Siofra River keleti oldalán, úgyhogy ebben az elmúlt két órában ennyi történt. A délelőtti Elden Ring, 4 órás Elden Ring streambe pedig nagyjából képbe kerültünk, hogy a küldetésekkel hogy állunk, és rengeteg küldetést megcsináltunk. Rengeteg küldetéssel progresszeltünk. Úgyhogy ha végzünk a Manor felfedezésével, mert én úgy gondolom, hogy még van mit felfedezni ott, megtaláltuk már az átjárót Rijkaardhoz, de azt még nem fogjuk használni, akkor utána Altus Platós dungeonök, Mount Gelmires dungeonök, bossok, ilyenek lesznek még, meg a Volcano Manorba, hogyha van még, de szerintem nem lesz. És végül megyünk a Leyndell Kapitóliumhoz. Ez a terv. Ez a terv. Így, mikor is? Holnap délután. Nem tudom, meddig jutunk. De nagyon örülök neki, hogy egy iszonyatosan erős bosst sikerült legyőzni, és adott 420.000 rúnát. Ez a mogos képesség pedig brutálisan menő. Kéne néznem még ilyen véreztető varázslatot, mert ez beteg.